Most egy jó héttel ezelőtt hallottuk azt, hogy egy dolgozó lett pozitív. Azóta már tömegessé vált a koronavírus fertőzés a Tünde utcai tündérkert szeretett otthonban. Egyelőre nagy a bizonytalanság, és a pontos számok sem ismertek. Információink szerint több mint 20 személynél már pozitív eredményt mutattak ki a tesztek. Az intézmény vezetőjét stábunk is több alkalommal próbálta elérni telefonon, sikertelenül. A látogatási és kijárási tilalom miatt a hozzátartozók már hosszú ideje nem találkozhattak a gondozottakkal. Garai Józsefné 77 éves bátyja is az otthonban él, vele legutóbb telefonon tudott beszélni. Azt mondja, jól van, áttették tegnap már másik szobába, ugye a covidosokat összerakták. Azt nem értette, hogy miért, mert olyan nagy tájékoztatást nem kapnak szegények, hogy most mi történik velük. Szerdán délután aztán már vegyvédelmi egyenruhába öltözött és gázálarcot viselő katonák lepték el a szeretett otthon épületét. A Magyar Honvédség járványügyi bevetési egysége Székesfehérvárról érkezett, és permetezőkkel, valamint egyéb speciális eszközökkel kezdte meg az épület szisztematikus fertőtlenítését. Két ütemben hajtjuk végre a fertőtlenítést. Egyszer egy melegkőtképzős hidrogénperoxid és nátriumhipoklorid alapú fertőtlenítőszerrel, majd a második körben a MOL Higiflow Rapid elnevezésű fertőtlenítőszerrel permetezve. Ez érinti mind a vizes blokkokat, mind az orvosi helyiséget, mind pedig a hálókörleteket, illetve lakószobákat, közösségi tereket. A katonai akciót követően elkezdődött a betegek kórházba szállítása, a fertőzöttek elkülönítése. Az első hullám tapasztalatai alapján az idős otthonok a leginkább veszélyeztetett helyek közé számítanak a koronavírus járványban. Lakóik közül több mint 100-an meghaltak Magyarországon a fertőzés következményeként. A szennyvízben kimutatható koronavírus örökítő anyagának koncentráció növekedése alapján Nyíregyházán is meredeken emelkedhet a fertőzöttek száma az elkövetkezendő napokban.